Szeretettel üdvözöllek benneteket, Csetvei Győri Gabriela vagyok, a Gunnarasi Dózsa György Általános Iskola matematika tanára. A mai matematika órán a mérések alapszinten fogunk foglalkozni, felkészítő foglalkozást tartunk a 8. osztály számára. Feladatgyűjteményben tudtok dolgozni, és akkor nézzük az első feladatunkat, ami a 120-as feladat, írd be az üres helyekre a megfelelő mértékegységeket találtok mértékegységeket, amik adottak, és találtok egy szöveget, amit pótolni kell. Az állatkertben a legidősebb állatlola az aligátor, aki 80, a legfiatalabb pedig cecil, a mosómedve, mindössze 7. Tehát időről, legidősebb korról van szó, a megfelelő mértékegységeket kiválasztva nyilván a, az aligátor 80 éves a legfiatalabb, Cecilia a mosómedve pedig mindössze 7 napos. Aztán az aligátor tömege 780 kg, és egy 300 térfogatú, tehát a térfogat mértékegységét kiválasztva innen alulról láthatjuk, hogy ez köbméter, térfogatú medencében található, míg a 780 gram tömegű mosómedve Cecil a családjával egy 8 négyzetméter alapterületű ketrecben él, tehát a terület mértékegysége a négyzetes mértékegységek, a térfogaté pedig a köbösök. Tehát hogyan szól ez? Az állatkertben a legidősebb állatlola az aligátor, aki 80 éves, a legidősebb pedig Cecil a mosómedve, mindössze 7 napos. Az aligátor tömege 780 kg, és egy 300 köbméter térfogatú medencében található, míg a 780 g tömegű mosómedve Cecil a családjával egy 8 négyzetméter alapterületű ketrecben él következő feladat, illetve ismétlés először, mértékegységeket láthatod. Az elsősorban az ültartalmat, ugye ami milliliter, centiliter, deciliter, liter, dekaliter, hektoliter és kiloliter. A következő az a hosszúság, milliméter, centiméter, deciméter, méter, dekaméter, hektométer és kilométer, azután a tömeg, ami milligram, centigram, decigram, gram, dekagram, hektogram és kilogram. A következő táblázatban pedig a mértékegységek átváltását láthatod. A váltószámokat, a hosszúságoknál tízes lépések vannak, a méter és a kilométer között ezer, a terület, ugye a négyzetes mértékegységek, a váltószám a százas, tehát négyzetmilliméter, négyzetcentiméter, négyzetdeciméter, négyzetméter, ár, hektár és kilométer. Aztán jönnek a térfogatok, amelyeknél ezres a váltószám, kivéve a köbméter és a köbkilométer között, ahol jóval nagyobb. Aztán az űrtartalom, ami milliliter, centiliter, deciliter, liter, hektoliter, és szintén tízesek a váltószámok, kivéve a liter és a hektoliter között. És az utolsó a tömeg. A tömegnél is az számok legtöbb helyen tízes, tízesek. Nézzük az első feladatot. Írd a megfelelő helyre a mértékegységeket, egységeket van nekünk tömegmérésére szolgáló mértékegységeink, a hosszúságmérésére szolgáló mértékegységek, a területmérésére szolgáló mértékegységek és a térfogat mérésére szolgáló mértékegységek. A legjobb ilyenkor szisztematikusan dolgozni és sorban válogatni őket, tehát az első, ami milligram, ami a tömeghez kerül, a következő a kilométer ugye ami a hosszúsághoz, aztán a terület mérésére szolgál a négyzetkilométer, tehát a négyzetes mértékegységek, azok terület számításra használjuk, térfogathoz kerül a liter, a hosszúsághoz a méter, a területhez az ár, a térfogathoz a köbcentiméter, a tömeghez a gram, a deciméter a hosszúsághoz, hektár a területhez, hektoliter a térfogathoz, és az utolsó a tonna, ami a tömegmérésére szolgál. Tehát a sorban válogatod a mértékegységeket, akkor nem fog kimaradni egy sem, és mindegyik a helyére kerül. 123-as feladat. Köst össze a bal oldalán lévő fogalmakat a jobb oldalon található megfelelő nagyságokkal. Nézzük, hogy mik ezek. Van nekünk egy ceruza hossza, billentyűzet hossza, az autó tömege, a kerékpár tömege, a pingpongasztal felszíne és a teniszpálya területe. Jobb oldalon pedig láthatunk értékeket, 47 cm-t, másfél tonnát, 4,2 négy, négyzetmétert, 175 mm-t, 2 árt és 15 kg -t. Meg kellene becsülnünk, kitalálnunk, hogy melyik tárgyhoz melyik nagyság illik. Hát elsősorban ugye a ceruzánkat nézzük. A ceruzához a 175 mm passzol aztán a billentyűzet hossza körülbelül 47 cm az autó tömege másfél tonnás, a kerékpár tömege 15 kg, a pingpongasztal felszíne 4,2 négyzetméter, és a teniszpálya területe 2 ár. 128-as feladat, írd be a hiányzó számot úgy, hogy helyes legyen az egyenlőség. Tehát a mértékegységek átváltásáról van szó. Egy méterben van 10 deciméter. 14 kilométer az 14 ezer méter. Miért? Mert 1 kilométer az ezer méter, tehát a 14-et meg kell szoroznunk ezerrel, így kapunk 14 ezret. Aztán a 2,8 kg-ot gramba kell váltanunk, 1 kg-ban van 1000 g, tehát a 2,8-et megszorozva 1000-rel 2800-at kapunk. A perc és a másodperc közötti összefüggésre kell gondolnunk, Egy perc az 60 másodperc, ezért a 60-at és a 4-et összeszorozva 240-et kapunk. Aztán az óra és a perc összefüggéséről beszélünk. Egy órában van 60 perc, ezért három órában 180 perc van. Aztán két és fél évet hónapokra kell átalakítanunk. Egy évben van 12 hónap, akkor a két és fél évben van 30 hónap. 132-es feladat. <kül> Natália 2016-ban a Beográdi Maratont 4 óra 5 perc és 50 másodperc alatt futott a végig. Hány másodperc alatt futott a végig Natália a Beográdi Maratont 2016-ban? Hogyan dolgozunk? Egy órában van 300, 3600 másodperc, egy percben pedig 60 másodperc, és ezeket kihasználva azt mondtuk, hogy négy órát futott, tehát a négyest meg kell szoroznunk a 3600-zal, 5 percet, és ezért az öt percet meg kell szoroznunk a hatvanassal, és még hozzá kell adnunk az ötvenet, ami a másodpercek száma. Ugye a négyet és a 3600-at összeszorozva 14400-at kapunk, az ötöt és a hatvanat összeszorozva 300-at, az 50 csak másoljuk, és ezeket mind összeadva megkapjuk, hogy ez 14.750 másodperc. Tehát Natália 14.750 másodperc alatt futotta végig a Beográdi Maratont. Alakítsuk át az órákat percekké. Egy táblázatot látunk, a felső rész mutatja az órákat, az alsó pedig a perceket kéne, hogy mutassa. Tehát az első érték az kettes, két óra. Hogyan számolom ki, hogy az hány perc? Hát a kettőt meg kell szoroznom a 60-nal nyilván, mert hogy egy órában van 60 perc, és ez 120-at fog adni. Viszont a következőnél törtek vannak, ahhoz, hogy kiszámoljam, hogy az egy ketted óra az hány perc, úgy teszem meg, hogy az egy kettedet összeszorozzuk a hatvanassal, a kettest és a hatvanas le tudom egyszerűsíteni, így tulajdonképpen egyszer harmincat fogok kapni, ami al egyenlő. Az öt 12 óra, szintén megszorozzuk 60-nal, le tudom egyszerűsíteni a 12-est és a 60-ast, a 12-es helyén 1, a 60-as helyén pedig 5 lesz, ezért 5 x 5 az 25, tehát az 5-12 óra az 25 perc. Három tizedet szorzom szintén 60-nal, a tízest és a hatvanast le tudjuk egyszerűsíteni, a tízes helyén egyes, a hatvanas helyén pedig hat keletkezik, ezért háromszor hat, az 18. Tehát a három tized óra, az 18 perc. Négy ötöd, négy ötödöt szorzom 60-nal, ötöst és a hatvanast egyszerűsítjük, az 5-ös helyén 1, a 60-as helyén pedig 12 lesz, ezért 4x12-t kell kiszámolnom, ami 48. Tehát a 4-5 óra az 48 perc. 1 harmad óra, az 1 harmadot szorzom 60-nal, tehát a 3-ast és a 60-ast egyszerűsítjük, a 3-as helyén 1, a 60-as helyén 20 keletkezik, tehát 1x20 az. 20. Egy harmad óra, ezért 20 perc. Egy negyed óra, nyilván ezt fejből is tudjuk, de így számolunk. Egy negyedszer 60, vagyis a 4-est és a 60-ast leegyszerűsítjük, abból lesz 15, tehát 1 15 az 15. Tehát 1 negyed óra az 15 perc, és akkor a 3.20-as óráról beszélünk, tehát 3, szor 60. A 20-ast és a 60-ast egyszerűsítjük, a 20-as helyén 1, a 60-as helyén 3 lesz, ezért 3 x 3 az 9. Tehát így tudtuk kiegészíteni a táblázatunkat. 135-ös feladat. Miklós... A 135 dináros csokoládéért két pénzt adott a pénztáros nőnek, visszajáróként pedig két pénzérmét kapott. Egész is ki a mondatot úgy, hogy igaz legyen az állítás. Tehát megadták a szöveget, ahova be kell írni a megfelelő számokat, és akkor hogyan dolgozunk? Vég gondoljuk, hogy milyen pénzér, papírpénzeink vannak. Tehát a 150 dinárt úgy tudja ö, felbontani, hogy ad egy százast és ad egy ötvenest. Tehát az 150-ből kivonjuk a 135 dinárt, ez lesz 15 dinár. És akkor ezt a visszajáró 15 dinárt úgy tudom felbontani, hogy egy tíz dinárosra és egy 5 dinárosra. Tehát, ha ki szeretnénk egészíteni ezt a szöveget, akkor azt mondjuk, hogy Miklós egy száz dináros, és egy 50 dináros pénzérmét adott, vagy papírpénzt adott, és visszajáróként pedig egy 10 dinárost és egy 5 dináros pénzérmét kapott. Tehát ennyi a feladat. 137-es feladat. Az 1420 dináros vásárlási tételt Mátyás egy 2000 dináros bankjegyjel fizette ki. A kasszás hölgy négy darab 100 dináros bankjegyet adott neki vissza, a többi visszajáró pénzt 20 dináros bankjegyekkel egészítette ki. Összesen hány darab bankjegyet kapott Mátyás visszajáróként? Tehát 2000 dinárral fizetett, és az áru 1420 dinárba került. Tehát ezt ki kell vonnunk a 2000-ből, az 1426, ami 580 az adott a szövegbe, hogy a kasszás hölgy 4 darab 100 dináros bankjegyet adott neki vissza, ez 400 dinár, tehát az 580-ból ki kell vonnunk a 400-at, így kapunk 180-at, és ezt a 180-at 20 dináros bankjegyekkel egészítette ki, tehát a 180-at el kell osztanom 20-szal, és így kapok 9-et. Most össze kell számolnunk azt, hogy hány bankjegyet kapott vissza, tehát ugye 4 darab száz dinárost, és 9 darab 20 dináros bankjegyet kapott, amit ha összeadok, ugye négy meg 9, az 13. Tehát 13 darab bankjegyet kapott vissza a pénztárosnőtől. A tizedes törtekerekítési szabályai. Tehát ha az első számjegy, amit elhagyunk, kisebb, mint 5, az összes előtte lévő számjegy változatlan marad. Tehát ebben az esetben egy tizedesre akarunk kerekíteni, tehát az 1,543 ezredet egy tizedesre akarjuk kerekíteni, 43-at figyeljük, a négyes az kisebb, mint az ötös, tehát változatlan marad, 1,5 lesz a kerekítés. Ha az első számjegy, amit elhagyunk, nagyobb, mint 5, az előtte lévő utolsó számjegy egyen növekszik. Tehát szintén egy tizedesre akarjuk kerekíteni az 1,563 ezredet, tehát figyelve a 63-asnál a hatos os meghaladja az 5 ezért az előtte lévő szám egyel növekszik, tehát 1,6 lesz a kerekítés az első számjegy, amit elhagyunk egyenlő öttel, és, és utána van számjegy, az előtte lévő utolsó megmaradt számjegy egyen növekszik. Tehát több számjegy van, a, van számjegy az elhagyandó ötös után, akkor e, szintén növeljük egyel, tehát 1,6 lesz az 1,553 ezredből ha öt az elhagyandó számjegy, és utána nincs számjegy, az utolsó megmaradt számjegyet egyen növeljük, ha páratlan számról beszélünk. Tehát, ha ötös akarunk elhagyni, figyeljük az ötös előtt lévő számot, hogyha az ötös előtt lévő szám páratlan, akkor felkerekítjük párosra 1,6-re. Viszont, ha az ötös előtti szám páros, akkor marad, tehát 1,6 marad az érték, a kelekített érték. A bolygók, 138-as feladat, a bolygók és más égitestek elliptikus pályán keringenek a nap körül, így a bolygók naptól való távolsága állandóan változik. A táblázatban megadtuk a bolygók naptól való távolságait. Mi feladatunk, az, hogy keresd meg, kerekítsd egy tizedes számjegyre a Föld naptól való legnagyobb távolságát, a másik feladat pedig az, hogy kerekítsd egy tizedes számjegyre a Mars naptól való legkisebb távolságát. Tehát most meg kell keresnünk a táblázatban a Föld naptól való legnagyobb távolságát. Tehát a Földnek a naptól való legnagyobb távolsága, ami 0,152 ezred, és ezt kerekítenünk kell egy tizedesre, tehát figyeljük, ugye egy tizedesre akarunk kerekíteni, az a kérdés, hogy ez 0,1 lesz, vagy 0,2 Mivel 52-es szerepel az egyes után, ezért a kerekített érték 0,2 lesz. A másik kérdésre válaszolva, kere, meg kell keresnünk a mars naptól való legkisebb távolságát. Tehát a mars naptól való legkisebb távolságát, ami 0,205 ezred, szintén egy tizedesre akarjuk kerekíteni, tehát a kettes utáni részt figyelve látjuk azt, hogy ez kerekítve 0,2 tizedet ad. 141-es feladat. Az 1448,54 számot kerekítsük a legközelebbi egész számra, a legközelebbi tízesre, a legközelebbi százasra és a legközelebbi ezresre. Tehát az 1448,54 számot kerekíteni szeretnénk a legközelebbi egész számra ami az 1449, ugye? Mert a tizedes vesző utáni rész meghaladta -ja az ötös, tehát felfelé kerekítünk, akkor a legközelebbi tízesre, ha figyeljük az 1448-at, akkor az a kérdés, hogy az 1440 vagy az 1450-höz van közelebb ez a szám, tehát az 1450-hez, a legközelebbi százasra, ha figyeljük az 1448-at, akkor az a kérdés, hogy az 1400-hoz vagy az 1500-hoz van legközelebb, tehát inkább az 1400-hoz, és a legközelebbi ezresre, az 1448 az ezerhez, vagy a 2000-eshez van közelebb, hát az ezreshez. Így tudtuk kerekíteni őket a legközelebbi egész számra, tízesre, százasra és ezresre. Köszönöm a figyelmeteket, és további jó munkát kívánok nektek.